első fél időben el kellett döntenünk a mérkőzést, rengeteg helyzetünk volt, még a második fél időben is megvoltak a lehetőségeink, kaptunk egy 11-es gólt, az volt, nem volt az, majd látjuk. De a második fél időben több labdát elszórtunk, mint amit kellett volna. Ráadásul kényszerű cserét kellett végrehajtanom, tehát nem tudtam előrefelé cserélni. Igen, hát ezek mindig ilyen mérkőzések. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó színvonalú mérkőzés volt itt a végén. Én úgy érzem, hogy nyernünk kellett volna, sajnos X lett. Sokszor látjuk igen a futballnak ezt a törvényszerűségét, hogy rengeteg helyzet után aztán az ellenfél tud betalálni. Ma is ez történt? Igen, hát nagyon tiszta helyzeteink voltak első fél időben, szerintem ott több góllal kellett volna vezetnünk, de ez nem sikerült. Összességében akkor ez az egy pont most itt Nyíregyházán, ez milyen? Nem érzi teljesen reálisnak? Azt gondolom, hogy nyilván meg kell becsülni minden pontot. Nyerni szerettünk volna, sokat tettünk érte, viszont ma nem jött össze. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok a keddi mérkőzéshez. Csávi Józseffel folytatjuk az értékelést, aki gyanítom, hogy sokkal boldogabb jelen pillanatban, mint Kondás Elemér. Mennyire értékes ez az egy pont, amit sikerült ma megszerezni a Debrecen ellen? Ez mindenképpen, én azt gondolom, álmosan kezdtünk talán az újonc megilletődöttségével, pedig hát készültünk rá, hogy miről lenne szó. Első fél idő talán így is telt el, a kapott gól után kezdtünk el ébredezni, aztán úgy gondolom, hogy a második fél időben talán egy kicsit a cseréknek köszönhetően is egy picit jobban játszottunk. Van mit javítanunk, én azt gondolom, tehát továbbra is azt, amit a mérkőzés előtt mondtam, hogy össze kell, hogy álljunk, az még mindig előttünk áll, de mindenképpen egy jó alap ennek a munkának ez a mai döntetlen. A cseréken múlt akkor, mert azért az első fél időben, ha nincs egy ilyen jól védő Balogh János, akkor lehetett volna sokkal nagyobb a különbség a szünetben. Elnézést, akkor lehet, hogy rosszul fogalmaztam, nem a cseréken, de a cserék, azt mondom, tettek hozzá. Itt ez egy csapatjáték, tehát nem két, meg három emberen múlik. Én a teambe szoktam gondolkodni. Én azt gondolom, hogy ezt a csodálatos közönséget ma kiszolgáltuk a mutatott játékkal, és leginkább a második fél időben. Talán még a végén meg is nyerhettük volna, de ne legyünk elégedetlenek. Igazán szép az akkor lett volna, de én azt gondolom, hogy szép estét szereztünk a szimpatizánsainak. Én kérdeztem Pekár Lászlót, hogy mi változott a két fél idő között, mert hogy egészen máshol játszott a csapat. Ő azt mondta, hogy hát ön mondott egy-két szót a szünetben, és ennyi. Hát ennyi. Nem, persze megbeszéltük azt, hogy mit kell javítanunk, miben kell egy kicsit más játszanunk, és egy picit, mondom, azt gondolom, hogy stabilabbakká váltunk a második fél időben, és ez segített a támadó játékban is.